Üdvözöllek! Ebben a videóban olyan tippeket szeretnék mutatni, amelyekkel nagyon gyorsan és könnyen létrehozhatunk ismétlődő mintákat, alakzatokat. Ehhez akkor létrehozok egy új réteget először is, és váltsunk át itt az ellipszis eszközre. Jobb egérrel kell ugye ide kattintani, és akkor megjelennek a további lehetőségek. Ezt válasszuk ki. Shift lenyomása mellett rajzoljunk egy szabályos kört. Jó, és akkor ebből szeretnénk egy ilyen egy sorban kirakott pöttyöt készíteni. Hát megtehetnénk azt is, hogy fogjuk lemásoljuk ezt a réteget, és akkor ezt így szépen arrébb mozgatjuk, de hát azért lássuk be, ez úgy elég időigényes tud lenni, meg hogyha itt a köztük lévő helyet is pontosan be kéne állítani, akkor azzal megint gondban lennénk. Úgyhogy nem ezt fogjuk csinálni, hanem azt csináljuk, hogy lenyomjuk az Alt gombot, és a mozgatóeszköz van kiválasztva a Move Tool. Nyomva tartjuk az Alt gombot, és elkezdjük ezt mozgatni valamilyen irányba, hát most éppen jobbra. Nekem ez a Photoshop verzió látható, hogy ilyen segédvonalakkal segít ebben a vízszintes helyzetben tartani. Illetve itt a köztük lévő távolságot is kiírja. Hogyha a Shift-et megnyomjuk, akkor ez korlátozásra kerül, csak erre és erre tudjuk mozgatni. Persze nyomva is kell tartani. Látod, hogy fel-le a shift lenyomása mellett nem lehet elmozdítani. Ez segít ebben a helyzetben, a viszonyos helyzetben tartani. Jó, hát akkor mondjuk legyen 15 pixel. Így. Aztán a következő, ugyanígy, alt, shift lenyomva tartva, a shift az opcionális, az alt az mindenképpen kell, és akkor szépen húzzuk. Látható, hogy itt megint segít nekem ez a Photoshop verzió. Ilyenkor fel sem kell engedni már a shiftet meg az altot, nyomva tarthatjuk, csak abban a legelőtt kell felengedni, majd itt lenyomjuk, nyomva tartjuk, mozgatjuk, elérjük a helyzetét, kívánt helyzetét, elengedjük. Ugyanígy, és akkor ezt szépen tudjuk így pakolgatni nagyon gyorsan. Látható. Mi van akkor, hogyha erre lefele is szeretnénk sorokat? Hát akkor fogjuk, kijelölök az összes réteget, amin pötty van, így. Shift, Alt lenyomva tartva, vagy legalábbis ugye az Alt, de a Shift az segíthet. És akkor hát látható, hogy szépen 15 pixelre ezt is belőjük. Így. Itt valamiért az elsőt az nem más volt a le, semmi gond, Shift-Alt. Már is oda húzom. Ennyi. Ezen nagyon gyorsan ki lehet alakítani ismétlődő alakzatokból valamilyen mintát. A másik lehetőséggel ugyanezt megtehetjük, csak gyorsabban igazából. Ezt most ezeket fogom, kitörlöm, kijelölöm, delete. Lenyomjuk a Ctrl-T-t, és ezt elmozgatjuk valamerre. Hát azt hiszem, hogy bele nagyítok egy picit. Ezt elmozgatjuk, a Shift-et lenyomva tartva ebben a vonalban marad, valamennyivel elmozgatjuk. Nekem látható kiírja, hogy 30 pixel, így. Ha végeztünk, lenyomjuk az Enter-t, ezzel véglegesítjük majd. A Shift, Ctrl-Alt lenyomva tartva, és a T-t egyszer megnyomjuk, felengedjük. Látható? Ahogy nyomogatjuk a T-t, Shift-Ctrl-Alt lenyomása mellett, ez itt szépen kirak egy-egy újabb példány. Csak most elég bénán sikerült, mert nem mozgattam el eléggé, összeértek. Ide rakom, és akkor Ctrl-T, elmozgatom, mondjuk akkor 45, hát legyen 50 pixellel, így, Enter, Shift, Ctrl, Alt, T, egyszer, még egyszer, T, még egyszer, még egyszer, még egyszer, így. Ilyen gyorsan lehet egy vonalnyit belőle készíteni. Tehát ezzel lényegesen gyorsabban meg lehet csinálni, úgy gondolom, ilyen ismétlődő mintázatokat. Van ennek még egy másik lehetősége, most akkor ezeket fogom teljesen kitörlöm. Létrehozok egy új réteget, átváltom a színt valami... Hát valami ilyesmi sárgára kellene, talán mehet egy picit narancsba, így. És akkor rajzoljunk egy ilyen álló háromszöget. Hát nem tudom, hogy itt a Custom Shape Toolban lesz-e megfelelő. Ide kattintva választjuk ki azt, hogy all. Hát... Na jó. Inkább megrajzolom. Ilyen álló háromszög, egy ilyen vékony. Így. Ezt fogom, kitöltöm. Ctrl-T, ez még nem képezi a dolog lényegét, ezt csak átalakítom egy háromszöggé. Jobb egérrel kattintva rá.
van ez a perspektívikus. Ilyenkor, hogyha látható az egyik sarkát elkezdjük közelíteni befele, akkor a másikat is viszi. Hát, talán így jó lesz. Hát, egy kicsit ronda lett, jó recés. Na mindegy, szebb lenne megrajzolva, így viszont gyorsabb. Jó lesz ez most így a minta kedvéért. És akkor azt csináljuk, hogy most jön a lényeg része, Ctrl-T. Ezt nem kell nyomva tartani persze. Egy picit beleközelítek, és látható, hogy itt van ez a pont. Ez az a pont, amelynél fogva, hogyha ezt elforgatjuk, akkor ennél fogva kerül elforgatásra, e körül meg is tudom mutatni. Látható, hogy valóban, mintha fel lenne oda tűzve. És így forog. Most akkor ezt forgassuk el így. Most ezt visszaállítom nullára, itt be lehet állítani. És nekünk ez így most nem jó. Ezt át kéne ide alulra helyezni. Az altot lenyomjuk, és akkor itt szépen ezt ide lehúzzuk. A shiftet is célszerű lenyomva tartani. Jó, itt jó lesz. És ha most ezt elforgatjuk, látható itt állok, de itt be is lehet írni pontos értéket. Nézzük csak, látható, hogy ennél fogva kerül elforgatásra. Mondjuk 30 fokot. Ugye 360-ban a 30 az pont megvan, 12-szer, Enter, meg még egyszer. Ugye magát a módosítást is jóvá hagyjuk, és akkor Shift, Ctrl, Alt, T, 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 és még egyszer T. És látod, hogy kaptunk egy ilyen csillagot. Most még, hogyha szeretnénk ennek a közepét, kijelöljük, így, kitöltjük, így, ennyi. Ilyen egyszerűen tudunk ilyen alakzatokat létrehozni. Persze ez lehetne akármilyen más alakzat is értelemszerűen. Illetve, hogyha itt az átalakításnál látható kisebb vagy nagyobb értéket adunk meg, akkor nyilván vagy sűrűbben, vagy ritkábban fogja elhelyezni ezeket a különálló alakzatokat. És azért ezt megrajzolni nem annyira nagyon egyszerű. Mondjuk aki a Pentoolnak nagyon nagy mestere, az lehet, hogy megrajzolja nagyon gyorsan, bár azért nem nagyon hiszem, hogy túlságosan sokan ezt a Pentoollal meg tudnák ennyire szépen szabályosan rajzolni. De ezzel a módszerrel ilyen alakzatokat nagyon egyszerűen létre lehet hozni.